Köszöntöm a kedves nézőket! A mai napi adásunkban folytatódik a Spintires túravezetés. Mint az egyik kommentárban leírták, ez egy Zill 130-as típusú járművel. Hát itt Type B 130 néven illetik, úgyhogy nekem ez maradt meg. És mint látható, nem keltem át a folyón, ugyanis féltem attól a szakasztól, ugyanis ott ki volt taposva maga az út. És hát víz alatt is volt, nem láttam, hogy milyen mély. És tekintve, hogy ilyenkor azért, hogyha elakadunk a sárba és nincs, aki kíváncsi minket, akkor kezdhetjük előről az egészet, inkább úgy döntöttem, hogy megpróbálok egy kicsit úgy kevésbé baljósabb folyószakasz keresni, ahol át tudok majd kelni. Úgyhogy bevetettem magam az erdő sűrűjébe, és mint látható, most éppen ereszkedek lefele valami völgy aljára. De hogy az is unatkozott, kedves fiúk és lányok, és ne lehessen rám azt mondani, hogy csak úgy elkezdtem játszani a játékkal, és nem néztem utána egy-két dolognak. Így én úgy döntöttem, hogy a Zill 131-es paramétereinek egy kicsit utána nézek, hogy honnan ered ez a gépjármű, mi történt vele, és stb. És a többi, úgyhogy most erről tartok nektek egy kisebb beszámolót, úgyhogy remélem élvezettel fogjátok hallgatni. Na, és mit is kell tudnunk a Zill 130-ról? Hát a Szovjetunióban, a Lihacsov autógyárban 1962 és 1994 között gyártott tehergépkocsi. 1992-től a Zillhez tartozó Uráli Automotor gyár, UAMZ is gyártotta. Az UAMZ nevét 2002-ben Uráli gépkocsik és motorok Amur névre változtatták, ezt követően a tehergépkocsit Amur 53131 típusjelzéssel gyártják. 1994-ig a Zillnél 3.380.000 darabot állítottak elő belőle, ez kurva sok szerintem, de hát na. A Zill 164 utódaként fejlesztették ki, prototípusa 1958-ban, majd az első 5 kísérleti darab 1962-ben készült el. Az első kísérleti példányok még a Zill 164A tehergépkocsik kerekeit kapták, ugyancsak a Zill 64-től származtak a kerek külső visszapillantó tükrök, valamint több berendezés, például elektromos berendezések. Az első példányok hűtőmaszja teljesen eltér a későbbi tömeggyártású változatétól. Az első olyan szovjet tehergépkocsi volt, amely az addigi kizárólagos katonai olajzöld kaki színűre festett elődeitől eltérően polgári, világoskék-fehér fényezéssel is készült. Ezt a jellegzetes színösszeállítást a Zill a polgári célú járműveinél a későbbiekben is megtartotta. 1966-ban és 1977-ben jelentős modernizáláson esett át a típus. Azt mondjuk nem igazán vágom, hogy az milyen modernizálás lehet, de biztos adtak bele egy plusz lámpát vagy ilyenek. Az 1980-as évek elején fejlesztették ki gázüzemű változatát, a Zill 138-ast. A jármű propán-bután gázzal üzemelt, de tartalékhajtási módként benzinüzeműre is alkalmas volt. Az alapváltozatú Zill 130 mellett a Zill 130V1 és a Zill 30D2-t is gyártották gázüzemű kivitelben. Ezek a Zill 138V1 és a Zill 138D2 típus jelzést kapták. Hát remélem tudtátok követni, mert azért néha én itt elvesztettem a fonalat. A járműveket V8 henger elrendezésű, 5969 cm hengerű tartalmú, 110,2 kW-tól 150 lóerő teljesítményű benzinmotorral szerelték fel, melyel műúton 90 km/h maximális sebességet érhetett el. Nos, hát én röviden ennyit tudtam összeszedni erről a kis gyöngyszemről, és mit látható, hát itt próbálok átvergődni ezen a folyón, de ez a szakasz, ami itt most hát előttünk van, ez sem az a kimondottan nem valami mély, úgyhogy próbálom kimenteni magam ebből a folyóból. Nem lesz egyszerű dolgom, de talán sikerülni fog. Azért is szarom, hogy a folyóba belemenni, mert nem látod, hogy merre állnak a kerekek, és nem látod azt se, hogy mennyire mély. Tehát van olyan rész, ami tök ilyen széles, és húha, mondom, én itt keresztül nem megyek, és amúgy kb. Egy centis víz az egész. Meg van olyan, hogy ilyen 2 méteres kis pocsolya van előttünk, belemegyünk, és kiderül, hogy az valami 5 méter mély ízé árok, szóval félelmetesen ravaszak voltak a készítők. És hát miután kimentettem magam a folyóból, én úgy döntöttem, hogy én most megpróbálok itt a fák közt átaraszolni. Talán azt hiszem, egy kicsit föntébb a folyón nagyobb szerencsével fogok járni. Már csak az a kérdés, hogy mekkora nagy erővel és milyen ügyesen tudok itt átmenni a fák között, mert hát azért nem olyan egyszerű ittem a navigálás, pláne, hogy ennyi fával meg vagyunk rakodva. Hű.
Na találni tehát fogok tudni menni, csak a kameraszöget kéne jól eltalálnom, mert ezt még annyira nem tudtam belőni. Na, forgassuk csak meg egy kicsit a kamerát. Itt azt hiszem el kéne majd forduljak lefelé. Úgy, ott talán a fenyő talán nem fog megakasztani. A poén az egészben az, hogy ez egy több tonnás jármű, és ilyen kisebb, ilyen karácsonyfa méretű fenyők is bődületes nagy károkat tudnak bennünk okozni, már mi nem tudunk tovább menni. Vagy volt olyan is, hogy kb. Két kerékre kiemelkedtem, mert fel tudtam menni a fenyőnek a tetejére. Mondjuk ezt nem is igazán értettem, hogy ez mondjuk hogy van, mert nem törnek ki. Legalábbis baromi nehezen akarnak kitörni, amíg ha ki is törnek, inkább csak elhajlanak, és ilyen ellenállás fejtenek ki a járműre. De azért nem jelenti az, hogy nem lehetetlen átmenni a növények között, csak baromira nehéz az is. Miért is lenne könnyű? Jaj, hölgyeim és uraim, kérem szépen. Na, de erre is kéne akkor tovább mennünk. Csak itt a fák közt, mert már vissza nem fog fordulni, az is biztos. Hát szerintem jobbra fogunk menni, mert ott látok egy kis rést. Talán jó az a rés. Igen. Most elnézést kérek, hogyha túlságosan is óvatos lennék, na ott már látok valami fényt az erdő végén. Ja, arra fogjuk venni az irányt. Elnézést kérek, hogyha túlságosan is óvatos vagyok, csak nincs kedvem újra kezdeni ezt a játékot, mert majd párszor újra kezdtem, és tudom, hogy annyira nem jó. Ó, de még mindig nagyon az elején járunk, Istenem. Na, most már kéne menni. Az. Kikerüljük ezt a fát is, és már itt vagyunk a folyónál. Hirtelen itt termet előttünk egy folyó. Nem, de úgy látom, hogy itt azért nem olyan meredek a part, úgyhogy én megpróbálok átmenni, lesz ami lesz. Elég barátságosnak néz ki. Annál is inkább, mert amúgy marha nagy átverések ezek, hogy te most belemész a folyóba, ott, ahol a kijárt út van, ott neked esélyed is kijönni. Komolyan, legalábbis zillellem meg, azzal. Lehet, hogy ez a nagy vizé van egy ilyen baromi sok kerekű vizé. Böszmen a jószág, valami type, mit tudom én, hány ezer. Na hát azzal át lehet menni, igen ám, csak még nem tartok ott. Még azt sem unlokkoltam ki. Ez rögtön a legelső pálya, tényleg a pályáról még magáról nem beszéltem. Hoj, nem kéne felborulni se. Hoj, szépen elforgatjuk. Majd az. Kicsit visszább, hoj. Ez az. Aztán lemegyünk, és nekimegyünk egy fenyőnek. Na jó van. Itt legalább azért prezentálom nektek, hogy mennyire strapabírók ezek a fenyők. Még csak meg sem hajlott attól, hogy én nekimentem ezzel a zillel. Hát itt most egy ilyen kivágott erdőrészhez értünk. Jó, belementem itt a sötétségbe, még azt sem látom, mi van előttem, pedig jó lenne. Most megpróbáljak itt átvágni, csak az a gáz, hogy itt tele van fatönkökkel, és itt baromi sűrű vannak ám a fatönkök. Direkt azért rakták így a készítők, hogy te még csak véletlenül is akarjál itt átmenni, mert biztos, hogy megszopatnak, szóval... Jellegzetes orosz módszer. Itt most hátra is megyek, és megpróbálok itt valahol a sűrűbb növények közt átvágni, ahol még nincsenek fa rönkök, meg hát ilyen tuskók, meg tönkök, mert most egy olyannak neki megyek és beleakad a kerék, hát akkor megint nem mászok ki. Legalábbis segítség nélkül, nem is kezdhetem előről. Én meg nem akarom előről kezdeni. Oké, mint látható az ilyen kisebb növények közt át tudunk nyomulni. Itt meg, látjátok, belevezetnek ebbe a tóba a keréknyomok. Egyszerűen nagyon extrém akarok lenni, majd kipróbálom, hogy meg belemegyek, de jelenleg még nem tartok ott. Most úgy fosok még a legkisebb bokortól is, mint az állat. Félelmetes, hogy mit művel ez a játék a szerencsétlen gamer idegeivel. Nem egyszer volt olyan, hogy mentem egy sima ilyen földúton, amit még csak nem is láttam, ahogy sáros lenne, hanem ilyen tök szimpla földút volt. És akkor volt előttem egy kis emelkedő, azon kicsit megakadt a zill, megkapart, és tökéletesen elásta magát. Tehát úgy beásta magát a hátsó kereket, semmi esélyem sem volt. Utána elkezdtem tolatni, akkor már az eleje is belement, és teljesen eltemettem magam. Szóval se előre, se hátra. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon meg kell gondolnunk, hogy itt mit évők legyünk a szerencsétlen kis farakományunkkal. Azt egyre is való, hogy ebben rengeteg órát bele lehet ölni, míg kijön belőlünk a profizmus, és mint látható, hogy tényleg itt a kerekek is bele süppernek itt a dolgokba. Én meg megint úgy döntöttem, hogy belemegyek itt a bozótnak a sűrébe, mert nincs jobb ötletem, hogy merre kéne nekem menni. Megpróbálok valahogy itt a fatönkök szélénél elmenni, és íme. Itt mutatom, hogy egy bokor hogy tudja felemelni a több tonnál zilt megrakodva. És látjátok, kb. Hát egy
komolyabb 6 éves is ketté törte volna azt a gajat. Úgyhogy remélem ezt azért majd azért fogják javítani picit a játékban, mert ez a, annyira, ez a része az új annyira nem adja. Jaj, na. Úgy látom itt előttünk azért nincs akkora nagy izé kínlódás. Na ezt a kisebb fát, ezt különösebb gond nélkül legyőztem. És már is itt van előttem egy tönk csodálatos. Hogy ezt ki kéne kerülni. Csak az a kérdés, hogy merre menjek? Nagyon meg kell gondolni, mert nincs második esélyünk. Úgyhogy... Igen, ezt kikerültük. Jó, de már megint itt van egy előttünk. Meg még különböző fagaljak is itt vannak, és... Oké, hogy azok teljesen ártalmatlannak tűnnek, de nem azok, higgyétek el nekem, hogy az be akar a kerékni, akkor az kipörgeti a kereket, és te már megint nem tudsz tovább menni. Itt a játék ebben a pályában minden arra lekitalálva, hogy te ne tudjál sem erre sem menni. Ez ilyen abszolút mozgás ellenes játék. Hát csak ott a fenyő mellett kell valahogy elslisszolnom. Úgy, nagyon óvatosan, nagyon-nagyon, már de kis mentem, jó van. Na itt vajon át fogok férni. Kis visszatolatás, aztán most kis előretolatás. Menjél! Aj, most megint vissza. Azt mondja... Inkább arra megyek. Valahogy nyugisabbnak tűnik itt átvágni a bozótól, mint ott a tönkök között. Át fogsz te itt menni, kicsikém. Tudom, hogy képes vagy rá. Csináld már meg. Itt néznek minket az emberek, na. Úgy. Azt nem áll, itt is eltemeti magát. Ennek sürgősen ki kéne valahogy jutnom. Valahogy stabilabbnak tűnt a talaj, mikor még idefele közeledtem. Az kb. Kapar kettőt, az már is egy fél méteres gödör. Na jó, akkor tolassunk. Muszáj leszek. Ki kell jutnom a gödörből, mert a kerekek sokáig ott maradnak, akkor tényleg eltemeti magát. Ez az... Menjél! Hát igen. Ez egy hosszú adás lesz. Na, valahogy sikerült egy izé komolyabb mozgási energiát létrehoznom, és kijutottunk a dzsindzsásból. Ja, egy újabb dzsindzsásból. Ám bár ezek a gajok már csak nem fognak ki rajta, amit megpróbálunk közöttük átmenni. Ez az, túrjad őket, túrjad! Menj fel szépen, azaz, bírod te! És nem bírja. Na, még egyszer. Azaz, tudtam én, hogy képes vagy rá. Hú, na itt átjutottunk, és a változatosság kedvéért még egy pár fa. De legalább közeledünk az objektívhez. Hát csak az a kérdés, hogy milyen meglepetéseket tartunk még nekünk ez a játék, mert hogy az erdőből kijutok, akkor biztos, hogy itt izé, holokausztot rendezek. Csak jussak innen. Na, itt legalább azért már nem olyan sűrű vannak a növényzetek. De mondjuk néha egy-két ilyen őzike, vagy varaskos disznó, vagy valami ilyesmi átcsörtethetne előttünk, már legalább ugye kicsit színesebb lenne a táj. Meg ha már erdőben vagyunk, akkor illő lenne, nem? Na, itt egy út, gec! Kijutottunk az erdőből egy útra, és nem is szar az út, hú-hú. Ez az, énekeljetek! Hú, ez az, hú, és ott van valami. Ki fogunk ullokkolni valamit hamarosan, ú, hölgyeim és uraim, de mi az? Azt mondja, ott is ott egy ilyen izé, 8 kerekű túró. Azt a kurveket, egy D537. Ó, de magányok vagyunk. És itt van egy még faszább földút, jó van. Na, most már legalább haladunk. Ja, kérem szépen. Fú, de még mindig baromi sok izé áll előttünk. Ó, faj. Azt mondja, 349 méter légvonal van. De ez biztos nem annyi lesz. Na jó van. Ó, és ott van egy fuel kocsi. Ez az már most már csak 164 liter gázolajon volt, úgyhogy... Vagy benzinem. De ez most benzinnel vagy gázolajon? Már csak annyi van, hogy fuel. Na jó, be tudom gázolajosnak. Ez az, már csak rá kéne jönnöm, hogyan kell megtankolni a kocsit. Azt még nem csináltam, nézzétek el nekem, úgyhogy most gyorsan kicsit vizsgálódni fogok. Az
azt mondja, ide mellé parkolok. Biztos, hogy biztos alapon, kicsit közelebb. Hogy az? Na, itt már biztos fogok tudni tankolni. Azt mondja, hogy D537, ja igen, ebbe sincs üzemanyag, úgyhogy ezzel nem is fogok elindulni. És itt is van. Fuel 350. Beindítottuk a motort. És most rá kéne jönnem, hogyan lehet átadni a gázolajat. Szívjuk le. Dehogy. Azt mondja, meg kéne nézni a kontrollt, mert így nem fogom vágni. Érdekes. Na, akkor nézzük controls. Van itt valami, amiről megtudjuk, hogy hogyan lehet áttölteni a műanyagot? Vagy bizony gázolajat? Jó. No. Azt mondja, gázolaj, fuel. Menü, multipresszer, advanced design mode. Talán a V lenne az advanced mode. Navigation mode, F1. Multiplayer, C, Y. Mhm. Hát jó, nyomkodjunk ezt-azt. All well drive. Log differential. Wing pool. Vagy winch pool. Headlight. Ah, igen, igen, rájöttem az a lámpa. Na jó, va. Azt hiszem kinéz előttük magunkat. És... Igen, ez a váltó, nem ez lesz az. Kamera nézet, ez sem az. Mit nyomjak már meg? Azt hiszem a V-t kéne megnyomni. Hát nem egyszerű ez a kamionos élet, kérem szépen. Ja, megvan, megvan. Fuel, cisztern 500 liter, és hogy tudom átadni? Rá kell kattintani az egérrel, igen, és azt a kurveket, ez ennyire egyszerű, és 75 litert átnyomtunk, jó van. Már csak vissza kell szállnom a zilbe. Ez mi sem egyszerűbb, már át is mentünk, és mehetünk tovább az utunkon, már immár full feltankolva. Tiszta zsír, és most már van kocsi, ami utána miatt, hogy kifogy az amó. Haha, kurva jó. Ja igen, be kéne indítani a motort. Még amikor átülünk egy másik kocsiban, leáll, automatikusan leáll a motor. Nagy jó kis tolatás. Az az, baby. Minden van. De még javítani is lehet ezeket a izéket, csak ahhoz egy másik kocsi kell, de majd utána nézek. Ó, és itt milyen jó a terep, Istenem, hát királyság ez a játék, már túljutottam a nehezén. És itt nem hiszem el, itt egy aszfaltos út, emberek! Van aszfalt a játékba! Igen! Zsír király! Aszfalt! Ha nem hittem volna, hogy valahogy fogok örülni egy burkolatnak, de hát na. 330 méter van még előttünk, amit meg kéne tenni, csak hát nem arra vezet az aszfaltos út, úgyhogy gyanítom, a megpróbáltatásaink még itt nem értek véget. Nem baj, legalább most már megint eljutunk valamerre. Inkább biztos, hogy biztos alapon inkább óvatosan megyek, mert ezért van. Lehet ki kéne kapcsolni a diffit, ja, is kapcsoltam, hogy kevesebb üzemanyagot zabál ez a dög. Hát erre is van egy sziklás út, de szerintem én nem erre megyek. Mert a sziklákkal is vannak gondjaim. Tekintve, hogy azon is tök nehéz átmenni, pláne ha nagy sziklák vesznek minket körül. Aztán itt van megint egy sziklás út, na hát erre bészt is megint nem fogok menni. Jó, mondjuk itt nincs olyan sok szikla, de még akkor is. Még 282 méter. Na jó, menjünk még egy kicsit. Ó, és most szürkül? Megy le a nap? Ó, tök jók a fények. Igen, amúgy közben utára vettem a grafikát, mert úgy gondoltam, hogy ez így jó lesz. Na, és szerintem mit lesz a nyerő rész? Úristen. Nem már. Azt a kurva. Ó, tudtam, hogy ez nem lesz annyira egyszerű már. És még víz is van, meg sárneg, és ezen kéne átmennünk. Jó van. Hát gyerekek. Most kössük fel a gatyát. Na jó, egy életem, egy halálom.
Egy 297 méter és kb. Arra fele kéne mennünk. Tudni, hogy arra fog vezetni ez az út, mert amúgy hova máshová menne ez. Az a baj, hogy nem klókoltam ki ezeket a térképes akármiket, mert akkor legalább látnám, hogy merre kéne menni. Csak lusta dög vagyok. Ó, de ahhoz képest egész jó megy, a kicsike még nem kapart el magát, úgyhogy még jó. Na most itt jön a Pudding próbája, a vízen valon túljutunk-e. Ez az, menjél! 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 Jó van! Na, hát ez idáig könnyű volt. Ahhoz képest, hogy milyen trollkerül néz ki ez az út, az meg egész egyszerűen megyek rajta. Itt már kövek is vannak, ez nem lesz jó. Oj. Ne ásd el magad! Meg mi kövek kijönnek itt a földből? Menjél! De úgy az se lenne jó, ha felborulnál, mert kezdhetem az egészet előről. Nem tudom, ti borultatok-e már fel Zillal, de annyira nem kellemes. Elveszíted a rakományod, az megint nem kellemes, mert akkor mehetsz megint a fatelepről. Menjél! Azt az egetet, ez egy fél tonnás kőt kinyomott magából. Jézus! Azt még egész jó bírja. Mint hogy ott látnék egy kis ösvényt ott a vízen túl. Na jó. Valahogy megpróbálunk itt átmenni. Ezt mondja, lelkiekbe felkészülök, mert ez nem semmi mellett lesz. Még 228 méterre csak nem csökken ez a távolság. Pedig kéne. Hova fog vezetni ez az út? Jó lenne már tudni. Na jó, menjél haver, menjél! Ne fogd vissza magad! Még egy kis szikla a változatosság kedvére. Azt hiszem most ott megpróbálok ott a... Látod, kijön egy kis ilyen kis sárdarabka, azért van ott talán nem olyan mély, úgyhogy én megpróbálok erre felemenni. Még jobbnak tűnik az út is. És még ráadásul itt még el is ágazik az út, hogy biztos tud, hogy merre mész. Istenem, ez a játék. Mert tényleg lehetne valahol itt egy megdrive a közelben, mert már kezdek éhes is lenni. Na? Ez az. Lassan, de baromi biztosan. Egyszer már most már tényleg annyit vezettem ezt a zilt, már kipróbálnám úgy élőbe is. Ott egy szűk ösvény, és itt meg baromi sok kő van, úgyhogy én inkább kerülök. Vannak ám itt ilyen becsapások, hogy azt hiszed majd te ott át fogsz jutni, azt közben soha esélyed se volt ott átjutni, csak odalakták, hogy te azt hisz, hogy te ott át tudsz menni. Ilyenek. Na most ez egy kicsit ilyen emelkedős, meg úgyhogy nagyon óvatosan kell mennem, mert már most is nagyon a határon vagyok, hogyha megbillen a kocsi, akkor hello, szia van. Hála énnek itt azért nem történt olyan nagy tragédia. De volt már olyan, hogy pont a cél előtt egy pár méterre billent meg, aztán hát olyankor egy kis dűrő, ha már rám jön. Ott egy garázs, most vettem észre. Locked, 0/4. Most akkor ez jó vagy nem jó? De mindegy, megpróbálok elmenni a garázshoz, hát hogy tudok egy kis üzemanyagot vagy valamit fölvenni. Csak az át kéne jutnom ezeken a sziklákon, és ne! Aztán fennakadtam egy sziklán. Nem bírok átjönni, ők a gyorsan tolatás. El fogom ásni magam, úgyhogy vissza kell tolassak. Hát akkor ki tudom magam alól szedni a sziklát is. Ez az, sikerült. Mekkora sziklára mentem rá, hogy rohadna meg. Jó van, akkor próbálunk egy másik úton menni. Na nézzük, így szemből jobban látni amúgy. Átjutottunk, mehetünk a garázshoz. Jó van. Nos, hölgyeim és uraim, kérem szépen, ez volt a második túravezetésem a Spintiresben. Most is jutottunk azért pár métert előre, átkeltünk egy folyón és a többi, meg az erdőn, meg a... mentünk aszfaltos úton is. Remélem tetszett az eddigi műsor. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!